Hetek óta nagy erőkkel dolgoznak a Városgazda munkatársai Miskolc megtisztításán. Az őszi nagytakarítási programot még október közepén indította el a városvezetés. Azóta számos településrész rendbetétele megtörtént. Néhány adással ezelőtt itt a stúdióban vendégünk volt a város alpolgármestere, aki beszámolt a programról. Azóta viszont újabb területek tisztultak meg. A nagytakarítási hullám eddig érintette többek között a belvárost, a Vologda városrészt, az Újgyőri főteret, a Kiliánt, Lilafüredet és Miskolc-Tapolcát is. Összefoglalón következik. Október 17-én elkezdődött Miskolcon az őszi nagy takarítás. A Városgazda több mint 50 dolgozója ezen a reggelen a Színva teraszon kezdte a munkát. Speciális takarító és gyomeltávolító gépekkel tisztították meg a kedvelt belvárosi körzetet. Nagy nyomású takarítógéppel tisztították meg a díszburkolatot, a nagy takarítás egy komplex program. Úgynevezett speciális funkciók is bekerültek ebbe a programba. Gyakorlatilag vannak most olyan elemek, amelyek speciális gépek, akár bemutató gépeknek a használatát is jelenti, például egy magas nyomású, környezetkímélő technológiával működő burkolattisztító, illetve gyomeltávolító gép, amit próbálunk, és azért is próbáljuk, hogy ezt esetleg hogyan lehet majd a város takarítási programjába a későbbiekben is alkalmazni, tehát ez egy teszt jellegű program. Valamint van olyan eleme is, amikor egy olyan gép van kipróbálás alatt, ez a Gluton gép, amely a darabos szemetet, illetve a takarítási munkákat egy nagyon modern technológiával, kézi erővel is tudja segíteni, illetve automatizált rendszerben. Ezek az innovatív részei is vannak az általános programelemek, amik arról szólnak, hogy megpróbáljuk a graffitiket eltávolítani, amiket a térbútorokra felfújnak a vandálok, rongálók. Vannak olyan elemek, amelyek a zöld felületek a karbantartására irányulnak, tehát a bokroknak a meccése, a ágyásoknak a kitakarítása, szemét összeszedése, illetve a burkolat tisztítás az ugye mindenféle elemében, magas nyomású mosóval, illetve már említett technológiákkal. A munka gőzerővel folytatódott tovább még aznap éjjel. Az útburkolati jelek és gyalogátkelő helyek újrafestését a Városgazda hajléktalan munkavállalói végezték. A program ezáltal is segítséget szeretne nyújtani a fedél nélkül élőknek, hogy visszatérhessenek a munkavilágába. A következő helyszín néhány nappal később a Balázs Győző tér volt. Zúgott a szegélyvágó, lombseprűvel gyűjtötték a leveleket, és magas nyomású mosóval tisztították a burkolatot annak érdekében, hogy a környék még hangulatosabb legyen. Október 24-én és 25-én a Centrum, a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Villanyrendőr környékére, illetve a Vologda városrészre érkezett a Városgazda. Fűnyírógéppel vágták a füvet, zsákokba gyűjtötték a faleveleket és az apró gajakat. Molnár Péter, a terület önkormányzati képviselője akkor híradónk stábjának úgy fogalmazott, a választók kerületében nagy szemét probléma nincsen, leginkább az elburjánzott növényzet okoz gondot. A Mátyás Király utcán kezdtük el, nagyon sok helyen látszik azt, hogy a növényzet már elburjánzott,
fontos lenne, hogy felvágják őket, hogy ne bújjanak meg alatta senki, illetve azért látszik, hogy az utak mentén, bokrok mentén azért nagyon sok mindent rendbe kell tenni. Hál' Istennek itt a város részen nagy szemét probléma nincsen, de az utak, járdák mentén fontos a takarítás. Itt most is ilyen parkos, ligetes részen vagyunk, ahol éppen egy takarítás kezdődik, de végig itt az úton, majd az iskola, óvoda mentén is fog történni a takarítási akció. Körülbelül 50 fő dolgozik a városgazda részéről, nagyobb csapatokban egybe, koordinálva, koordináltan zajlik a munka. Az előző napokban már megtörténtek a bejárások, a városgazda vezetőivel kijelöltük azokat a gócpontokat, amelyeket mindenképpen rendbe kellene most tenni. A képviselő azt is hozzátette, úgy tapasztalja, a lakosság igény tart a város rendezésére, így az őszi takarítás elengedhetetlen Miskolcon. Eleve fontosnak tartottuk azt, hogy egy ilyen őszi nagytakarítási akció lezajlódjék, és hát azért látszik, ez lakossági igény is volt, hogy bizony az elmúlt években nagyon sok mindent elhanyagoltak, nem történtek meg ezek a nagy takarítások. Én abban bízom, hogy ezt most sem, hogy tényleg évről évre mindig meg tudjuk tenni, de most azért tényleg annyi dolog el volt maradva, hogy szükséges egy ilyen nagy takarítási akciót végrehajtani. Egyértelműen lakossági igény is, lakossági kérés is volt ez. És azt már most itt reggel tapasztaltam, többen jöttek, mondták, hogy még ezt is, azt is kellene, úgyhogy ez egy lakossági kérés és igény is volt egyértelműen. Október 28-án az újgyőri főtér és a Bulgárföld környéke következett. Gajazás, lombseprés, gyomtalanítás, a városgazda munkatársai a villamos és busz megállókat, azok környezetét, a bükkáruház és a vasas szerszámközpont előtti teret, az újgyőri körforgalmat, a görög emlékművet és annak környezetét, valamint az Andrássy Gyula utca mindkét oldalát takarították ki, a DVTK stadiontól a 10-es postáig. A városlakók szerint már ráfért a területre a tisztítás. Ez a környék nagyon piszkos, tehát mindenféle szemetet eldobálnak, üvegeket, flakonokat, tehát mindenféleképpen nagyon ráfér egy ilyen nagy takarítás erre a környékre itt. A környékbeliek örömmel fogadták a munkálatokat. Ha valami zöldül és valami tiszta, az mindig jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kiváló alkalom arra, hogy egy kicsit megszépüljön ez a környék is. A nagy takarítás során a városgazda munkatársai különös figyelmet fordítottak a szilárd burkolat közötti gyom eltávolításra is, ugyanis a hosszú nyári kánikula kedvezett a szárazságtűrő növényzetnek. A társaság a gyomok elleni küzdelemhez beszerzett egy új gépet, amit Magyarországon először Miskolcon tesztelnek. Az eszköz 100%-ban környezetbarát, vegyszermentes és alacsony zajterheléssel bír, 60 cm-es munkaszélességével pedig kiemelkedő teljesítményt nyújt a gazeltávolításban. Két nappal később már a Kiliánban és Diósgyőrben zúgtak a gépek, az otthontér környékén kezdte a munkát az 50 fős csapat. Gajaztak, virágot ültettek és összeszedték a lehullott leveleket. Visszavágják a növényeket, rendbe teszik, olyan munkákat végeznek el, ami eddig nem nagyon volt, olyan gépekkel, tehát ez mindenféleképpen hasznos. Minden önkormányzati képviselő örül, és én is örülök neki, hogyha a választók körzetében ennyi ember egyszerre dolgozik, és ilyen hasznos dolgokat csinál. Délelőtt pedig Diósgyőrben a II. János Pál pápa téren és az Adi Művelődési Ház környékén folytatódott a takarítás, itt leginkább a növényeket kellett rendbe rakni. Elsőként itt a városközponti rész tisztul meg, egészen pontosan a városközpontban található villamos megállók, busz megállók, a II. János Pál pápa tér, az Ady Endre Művelődési Ház környéke, illetve az Árpád út és a Kuruc utca érintett szakaszait tisztítják meg a városgazda munkatársai. Thank you.
Október utolsó napján Diósgyőrben és Lilafüreden takarítottak. Az országzászlónál található parkban a lehullott leveleket gyűjtötték össze, és gajazási munkákat végeztek. Első körben a főútvonalakon található köztereknek a kitisztítása és rendbetétele a legfontosabb, hogy utána bármilyen jellegű munkát is el tudjunk kezdeni. Jelenleg itt az úriemberek a háttérben a fák gajazását és a lehullott leveleknek az összeszedését végzik, ezzel előkészítve a terepet a téli időszakra. Egymás után rakta a földbe az árvácskákat a városgazda munkatársa. Lilafüreden is gőzerővel dolgoztak, a függőkert virágágyásaiba körülbelül 13 000 két nyári növényt ültettek el. A nagy ágyásokba árvácska került, a kőfal mellé pedig tulipánt ültettek. A virágok teraszán sárga, a költészet teraszán fehér, a találkozások teraszán pedig piros színben fognak tavasszal pompázni. Novemberben sem áll meg. Az utolsó őszi hónap első napjaiban Miskolctapolcán takarítottak a városgazda munkatársai. Ezzel a géppel rengeteg lehullott falevéltől tisztították meg a környéket, de legaljazták a fákat, tisztították a burkolatokat és virághagymákat is ültettek. 50 városgazda munkatárs van most itt kint a területen, Miskolctapolcán a parkban. 4000 virághagymát ültetnek el, azokat a fákat, amelyek belúgnak a sétányokra, azokat a területeket, amik az elmúlt években elhanyagoltak voltak, most rendbe tesszük. Ez nagyon fontos, mert nem csak a miskolciak használják ezt a parkot, nem csak ők járnak ide, hanem a turisták is. Munkatársaink két napig vannak itt most Miskolctapolcán, a nagytakarítás keretén belül. Első körben itt a ősparkkal foglalkoznak, de fognak menni az iskola környezetébe, azt is rendbe fogják tenni, meg fogják a helyi partot, a ligetet is tisztítani. Sok olyan fa van, sok olyan terület van, ahol ezeket a munkákat, amik elmaradtak, be kell pótolni. Az őszi nagytakarítás városszerte folytatódik. A tervek szerint a tiszai pályaudvartól Lilafüredig megtisztul az egész város. Miskolc alpolgármestere egy keddi eseményen a nagyszabású program aktualitásaira és részleteire is kitért. Holósi András konkrét számadatokról tudott beszámolni, mint mondta, két hét leforgása alatt a fűkaszálás és a fűnyírás átlépte az 1 000 000 négyzetmétert, és több mint 18 000 virágot sikerült eddig elültetni. Több mint 600 graffitit és falfirkát tudtunk eltávolítani, ami szerintem megint csak példátlan, mert a nagyvárosoknak a problémája többek között a graffiti és a falfirkának a megjelenése és ismételt megjelenése, és ebben is nagy harcot folytattunk, és innovatív eszközöket is használunk többek között a falfirkák eltávolítása vonatkozásában. És hát nem is beszélve arról, hogy több mint 150 000 négyzetméter tudtunk különböző gépi sepréssel és egyéb eljárási módokkal megtisztítani. Nem véletlenül kezdtünk el ilyen nagy intenzitással dolgozni, nagyon sok innovatív eszközt is bevetettünk, hiszen az első napokban biohabot használtunk fel a busz és villamos megálló takarításához. Ez 90 bar nyomással, 100 fokos hőmérsékleten a legkellemetlenebb lerakódásokat, rágógumi lerakódásokat, olajfoltokat is képes volt eltávolítani. És annyit elárulhatok nektek, önöknek, hogy a jövő hét folyamán is fogunk tesztelni újabb és újabb különböző tisztítógépeket, mosógépeket. Azért tesztelünk, hogy megnézzük azt, hogy mi az, ami jelen pillanatban legjobb lesz majd a miskolci városnak, mi a legopcionálisabb feltételek és legjobb feltételeket tudjuk majd használni a takarításban. A nagytakarítási program még a következő hetekben is folytatódik. A városgazda tájékoztatása szerint a többi közt hátra van még a tapolcai elágazás és környéke,
az Avasi kilátó, a Népkert, illetve Görömböly és Pereces is.